1934-ben készült el a London-Isztambul transzkontinentális műút Budapest-Kecskemét közötti szakasza, és egyben a Tavasgyó versenypálya, ahol számos hazai és nemzetközi gyorsasági rekord dőlt meg. Dabas város múltjához, fejlődéséhez és ismertségének növekedéséhez szervesen hozzátartozik az ötös főút gyóli szakaszának kultja, amely az utóbbi évtizedekben már-már feledésbe merült. Pedig a 30-as években az átadást követően nem csak az ország fejlett közúthálózatának egy szakasza volt, hanem hazai és nemzetközi motoros gyorsulási versenyek helyszíneként is ismerté vált egész Európában. Sok rekordot állítottak fel a gyóli betonon a motorsport hazai és nemzetközi kiválóságai. Sokuk álma valósult itt meg, vagy fosztott szervezet. Bátorságukkal, vakmerőségükkel igazi hősökké váltak. Az ember és a technika teljesítő képességének határait feszegették. Az itt elért eredményeik nagyban hozzájárultak a technika, a közlekedési eszközök fejlődéséhez.
Thank you.
sikerült létrehoznunk ezt az emlékművet, és úgy tűnik, hogy azóta ez a szokás, ez kialakult, sikerült rávenni titeket, illetve a környékbeli motoros, illetve a sport technika iránt érdeklődőket, hogy vegyenek részt ezen a tavaszi koszorúzáson, amely most már tényleg hagyományos. Idén lenne 80 éves, idén 80 éves a Gyuboni Beton. 80 éve mennek itt járművek, és szerettük volna, hogyha ennek egy olyan módon tudunk emléket állítani, hogy akár csak különösebb ok nélkül is, aki erre jár, meg megálljon, megnézze ezt a épületet, amely valamennyire az örökségünk, és egy kicsit gondolkozzon azon, vagy eszébe jusson, hogy itt annak idején milyen technikatörténeti csodák születtek. Az elmúlt években, különösen 2009 óta, miként barátunk is említette, a Gyuboni Beton és Erik Fönrihó neve örökre elválaszthatatlanná váltak. Miként elhangzott, 2009-ben volt 75 éves az Európai Transzkontinentális Műút Budapest-Belgrád, és ezen belül is a Soroksár-Kecskemét közötti szakasza. Ma a 21. század második évtizedében már megszokott, hogy 2-4 vagy olykor 6 sávos autópályák kötik össze a városokat, és fel sem tudjuk fogni, hogy milyen jelentőséggel bírt akkor ennek az útszakasznak az átadása. Jelentőségét mi sem mutatja jobban, miként az, hogy annak az átadását maga Horthy Miklós, a kormányzó vállalta. Különleges, a mai napig meghatározó jelentőségű útpályát építettek itt elődeink. A tervezéstől a kivitelezéséig minden porcikájában magyar volt ez az útszakasz. Érdekes módon közbeszerzési eljárás nélkül is megépült. Ékes bizonyítékaként annak, hogy a 20-as évek nagy gazdasági világválságát az 1930-as évek elejére hazánk a maga mögött tudhatta. A korabeli tervezők nem is sejthették, talán nem is készültek arra, hogy a hazai, sőt az európai motorsport egyik jelentős fejezetének az alapját teremtették meg ezzel a útszakasszal. A Gyuboni Beton páratlan adottságaira hamar ráeszméltek a motorsport korabeli szerelmesei. 1934. október 28-án már nemzetközi versenyt rendeztek ezen a szakaszon, és jól mutatja a hőskori lelkesedését, hogy már erre az első jelentősebb versenyre a fővárosból százával jöttek a járművek, motorkerékpárok, gépkocsik egyaránt. Mai veterán autós és motoros lelkülettel el lehet képzelni, micsoda járműpark sorakozott fel itt a füves parkolókon. Ezt követően, tehát 1934. októberét követően egymást érték a nagy nemzetközi versenyek, a már említett kivételes adottságoknak köszönhetően a rekordkísérletek. Hamar híres lett a Gyuboni Beton, Európa híres, pezsgett itt az élet, mindenféle járművön, két keréken, négy keréken, sőt olykor három keréken rendeztek itt egyaránt versenyeket és rekordkísérleteket. Egyre nevesebb versenyzők jelentek meg, akik között 1936-ban megjelent egy nyurga angol srác, Erik Fönrihó. 1938. április 23-án bekövetkezett halála miatt hazánkban elsősorban rekordkísérletei alapján vált ismerté, azonban ide már jelentős versenyzői múlttal érkezett. Messze a teljesség igénye nélkül. 1931-ben a 175-ös géposztály Európa bajnoka volt. Nyert svéd és belga Grand Prix-t. 1932-ben a 250 köbcentis géposztályban nyerte a legtöbb és legnevesebb versenyét. 1930 és 34 között négy alkalommal nyerte meg egymást követően a 175 köbcentis géposztály nagydíját Franciaországban. De az akkori rendszernek, versenyrendszernek megfelelően tucatnyi helyezést ért el Európa leghíresebb versenyein. Nem véletlen azonban, hogy hazánkban a sebességi világrekordjai alapján vált híressé, hiszen karrierje során 80 sebességi világrekordot állított fel, többek között itt a Gyuboni Betonon is. 1937. áprilisában ezen a szakaszon már 237,25 km/h-ra javította meg a rekordot, azt a rekordot, amit egyébként már korábban is ő tartott.
Majd ezt követően nagy vetélytársa Ernst Henne ugyanezen az év novemberében javította meg ezt a rekordot 279,5 km/h. Nem csoda hát, hogy a vetélkedés során egymást hajszolták az újabb és újabb rekordok felé. 5 hónappal később Erik Fenrihó úgy döntött, hogy ismét rekordkísérletbe fog, és akkor már természetes volt számára, hogy ez csak a gyóni betonon lehetséges. Aztán jött ez a szép tavaszi, de annál szomorúbb nap, és ez az akkor még csak 33 éves, mindig derűs, vidám és barátságos fiatal versenyző, közel 300 kilométeres sebességnél, talán egy széllökés, talán valami más miatt elvesztette az uralmát a Bruce Poperior fölött. Balesete országos, sőt világhír lett, halálhíre nem csak a motorsport megszállottjait rendítette meg, hanem az egész országot. Úgy gyászolta őt Magyarország, mintha hazánk fia lett volna. És bár sem származásában, sem nevében nem volt magyar, egy kicsit mégis valamennyien magyarnak is érezzük őt. Önökért vagyunk.